Barna. Hol? Nincs Isten. De ott van egy barna cipő. Cipő. Miért eszel cipő? Barna. Hol? Nincs Isten. De ott van egy barna cipő. Cipő. Miért eszel cipő? Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és itt van velem Norbi. Sziasztok. És a Régiójátéktól kaptunk egy Falánk Farkas nevű társas játékot. Ezt fogjuk most tesztelni. Köszönjük szépen a Régiójátéknak, hogy elküldték ezt a játékot. Az biztos, hogy kell hozzá 3 darab kétás elem, úgyhogy ezeket már be is szereztük. És akkor most nyissuk ki. Igen, rájöttem, hogy elég egy oldalon kinyitni. Egy farkas. Így van, van hozzá játékszabály, kartonlapok, és mindenféle dolgok. És hát ennyi tulajdonképpen. Jó, azt hittem van még esetleg benne valami. Na most, amit érdemes tudni a Falánk Farkasról, hogy mindenek előtt kell majd egy csavarhúzó, ki kell nyitnunk alul, ki kell csavarazni, és itt kell belerakni a 3 darab elemet. Hoppá! Méghozzá 1 elem, 2 elem, 3 elem. És magától ki is nyílt a szája. A történet a következő, hogy a Falánk Farkas mindenféle dolgokat összeevett, és ezeket a dolgokat el kell távolítanunk a szájából a hozzá kötött csipesszel, de a fém részekhez nem érhetünk hozzá, mert akkor össze fogja csukni a száját, és a végén mi leszünk a vacsorája. Uh-huh. Na hát onnan már kb. Lehetetlen kiszedni bármit is. És ilyenkor van vége. Így van. Úgyhogy... És ez körönként van így, ugye? Hát körönként egyikünk, másikunk. És akkor most például hogy nyitja ki? Hát szerintem meg kell nyomni ott a gombot. Hívni. Jó. Oké, szerintem elhelyeztünk egy csomó mindent a szájában. És kétféle dologgal lehet haladni. Az egyik ez a csipesz. Így. A másik pedig ez a kampó. Uh-huh. Amivel ki lehet halászni dolgokat. És itt van nekünk ez a pörgetjük, amivel ki kell jelenni, hogy milyen színű tárgyat kell eltávolítani. Szájából Norbi, én azt mondom, hogy pörges és kezdjél te. Oké. Okay. Pörges kérlek. Hoppá. Egy zöld. Nekem minden zöld. S-zöld. S-zöld. Vagy barna zöld. Zöld. Na egy zöld színű valamit távolíts el a szájából. Ha. Ugye, hogy nem is olyan könnyű? Hát igen, tehát nem az a baj, hogy én érek hozzá a vashoz, hanem, hanem a tárgy nagyjából hát az összes. Hát ott egy szemüveg, hát ezt meg tudod fogni egy helyen. Nem, hát a kettő az így pont keresztezi egymást. És akkor mi van? Nem tudom. Na, most bizony. Valószínűleg megy az idő is közben, úgyhogy siessél. Fú, jó, oké, gyorsan éljövök. Megint egy zöld dolgot kell kiszedni a szájából. Ennyi. Te jössz. Pörges. Barna, barna. Ja. Aha, ez pont a másik oldal. Nem látom. Hát... Mozgathatom egy picit? Nem. Ezt a farkast így kell most megoperálni. Szájából kiszedni a dolgokat. Siess, mert be fog csukódni a szája. De béna vagy. Hát, de nem... Mit csinálsz, Torbi? Nem látom. Becsukódik, hát mit nem látsz? Szemüveges vagy? Igen. Ja, igen. Na?
Mindjárt hozzá ezt a fémhez. Nem látom oda a fém. Na. Én most egy barnát szintén. Hát figyelj, én ezt akkor most innen kiszedem. Hopp. Hoppácska. Te jössz, pörges. Ezt innen akkor. Kék. Az még nem volt. Na. Pörgess meg a pörgentyűt, a nyíl megmutatja neked, hogy milyen színű tárgy okozza a legnagyobb fájdalmat a farkasnak, mit kell kivenni a fogot, használd a fogászati csipeszt vagy a fogót, hogy kivedd a beszorult tárgyat, hogy fogszabályzójához érnél. Ha hozzáérsz vinyogni és morogni, majd becsukja a szét, a játék akkor ér véget, ha elfogynak a tárgyak a farkas szájából, az a játékos nyer a játékot, aki a legtöbb tárgyat tudta akadálytalanul eltávolítani a farkas szájából. Tanácsszülőknek olyan gyerekek is, akik félnek a harapástól, magyarázzuk, hogy a farkas elkapcsa fokozatosan záródik be. Ha elfogytak a pörgetjük, kipörgető színű tárgyak, akkor az óramutató járása szerint következő színű tárgyat kell majd. Na, még egyszer. Zöld. Hát köszi, tényleg, tehát... Na, tessék. Ja, még van ott ez a... Ez az, te jössz. Barna. Hol? Nincs Isten. De ott van egy barna cipő. Cipő. Miért eszel cipőt? De nem, tényleg nem látok. Te. Hát figyelj, ebbe az irányba eltolhatod, de... Így. Azaz, most fog bezárulni a szája, fogadjuk. Azt te onnan nem szedett ki. Akkor így, ha neked hány tárgyad van? Három. Három nekem is. Akkor ez döntetlen. Na, akkor kezdjünk egy új kört. Meg kell nyomni itt hátul egy gombot a farkas szájában. Kezdhetek én? Persze. Köszönöm. Pörgetek. Kék színű dolog fáj neki most a legjobban, úgyhogy én ezt fogom most itt. Tessék, te jössz. Egy szintén kék színű dolgot kell kihalásznod. Nagyon ki akarom próbálni ezt a csipeszt. Már horgot. Ezt a horgot. Na? Na, nem most fogom. Ügyes. Barna. Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen könnyebbet választok. Egy halacskát tessék. Zöld. De én azt nem. Szemüveg. Kék. Aha. Jaj, ne már. Ez nagyon bent van. Ezt lehetetlen onnan kiszedni. Azaz, tessék, te jössz. Barna. Itt van két cipő, ott lent a hal. Jézusom, az biztos, hogy nem. Mázli. Kék. Ne! Ne! Rájöttem, mi a technikája. Azaz, ennyi. Most a kéket, akkor mellette a óramutató járásának meg fönn következő szint kell majd kiválasztani. Ha kéket pörgetné, és ugye már nincs több kék a szájában. Tehát kék, akkor zöldet. Na. Oké. Okay. Ez micsoda egyébként. Barna. Ne. Iszonyat becsapós ez a horog, mert egyébként nagyon nem könnyű. Te jössz, Norbi, siess, mert csukódik be a szája. Zöld. Hát csak zöld van a szájában már. Még itt egy barna. Ja. Szerintem azt szed ki, mert ahhoz nem fogunk a következő körben hozzáférni. Hogy érted?
Hát mindjárt becsukódik jobban a szája. Na. Vagy te fogsz hozzáérni valami a fogszabályzójához. Jó, zöld. Hát akkor ezt itt elviszem. Hopp. Bocsi! Tessék! Nekem most eddig... Most direkt zárattad rá? Hát véletlenül hozzáértem. Na. Azt a barnát próbáld meg kiszedni. Na, még egy kicsit próbálkozzál. Neked hányat sikerült kiszedni a szájából? 5. Nekem 3 kéket, 2 barnát és egy zöldet, az összesen 6. Így van. Hát sajnálom, az ott bemaradt a szájában, ha jól látom. Így van, azt már nem sikerült eltávolítani. Ez nagyon jó pofa játék, srácok. Próbáljátok ki, köszönjük szépen a régió játéknak, hogy elküldték nekünk. Ez a falánk farkas egy ügyességi játék egyébként, és nagyon finoman kell hozzányúlni, hogy kiszedjétek ezeket a tárgyakat. Ha valakit érdekel, hogy hol lehet beszerezni a játékot, akkor lent a leírásban mindenképpen megtalálja. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocsok gombocskát itt a csatorna alatt, és iratkozzatok föl. Illetve megtaláltok a VideaKid magyar videószolgáltató rendszerében, sőt, fönt vagyok Instagramon és Facebookon is. Sziasztok! Sziasztok. Azaz, én vittem, de nézzek, csak egy kicsit ott a nagyon pici itt az enyém. Hoppá, Jézus, azt se tudtam, hogy kire csapok, de meg volt. Nem, mert úgy voltam vele, hogy hát figyelj, csak eltalálok valamit.